Sziasztok babácskáim, üdv a csatornánk! Képer jelentkezik a Batman Pólos csodálatos gameplayer, amiben a mai részben rengeteg dolgot fogunk csinálni. Próbáljuk összeszedve végig motorozni. Bazen, az a baj, elmondom nektek gyerekek. Az egyéb klapból ki kellene szednem a térképeket. 1, 2, 3, 4 van. És kellene nekem a Stone-ból ez az olajpala, és ezt meg kellene neznem, hogy gázt hogy tudok csinálni, mert gondok vannak. Olajfalából tudok, így elvileg enni a pötyögtető állomásnál. Van nálam facska, facska. Nincs nálam facska? Várja már. Gaskan? Jó, és akkor hozok bele fát, mert meg kicsit több kellene le. Oké. Ennyi ki fog fogyni, instag. Mennyi időt csinálja meg? 16 perc alatt, jó van. Oké, gyerekek, ezt csinálja meg, kicsit addig szelektálom a dolgaimat. Kellene gyűjtenem szenet, hogy tudjak csinálni Gunpowder-t. Mi az, ami nem kell? Jaj, nem is vezettem fel, hogy mi lesz ebben a részben. Mi most aztán gondoljátok, hát mi van, hogy képerre, mit csinálsz? Mit történt? Ja, hát gondolom látjátok, hogy mi van nálam, hát van nálam egy csomó térkép, és arra gondoltam, hogy az összes térképet végig kellene ki kellene lootolni, aztán akkor lenne egy csomó minden jó, ezeket ide beszórom, nem bár még kaja fia szinte egész jó, nem popja rossz marad, hát mi kell ide? Ide mit akartam? Mi a kaja alapanyag? Oda néz 123 darab izém van, 123 darab csodálatos dolgom van, a papírt is ide rakjuk, a szerves krabba a csontot. Ezzel nem jöttünk ezzel ki jól, ezzel a valamivel, mert nem nagyon sebez, ez inkább úgy gondolom, hogy lehet, hogy olyan dologra jó, ami nekünk nem kell. Na, oké, ezt a fába mehet be, és akkor megvagyunk, és már csak gyógyszer és fegyver kell, szó szerint inkább fegyver. Kell ez. Legyen ebből, és legyen ebből, és rengeteg időt kellene Gunpowder-t csinálni, hogy tudjak csinálni lőszert is. Viszont a mai nap nem azzal fog telleri, hanem kicsit fogunk keresni a gyerekek, neki is állunk, veretjük neki, mint a Veresegyházi. Annyi, hogy akkor mindig meg kellene jelöltetni. Igen, Restore Power megvan. Igen, oda is el kellene menni. Melyik izé hol van? Nézzük meg. Jelölje meg? Az a kincs az arra van, úgyhogy akkor arra fog menni. Várja már! A kincsecske? Hol van a kincsecske? Ez olyan kincs, olyan messze van a kincs. Lehet, hogy akkor azt csinálom, hogy leugrok a kincsért, és utána akkor leadjuk a küldetést, jó? Küldetést ma nem csinálunk, hanem akkor kincset keresünk egy kicsit. Hát, ha valami nagyon jó frankot, cuccot kapunk. Meg kéne nézni a tradereket is egyébként, hogy nem-e termelődött újra, úgyis fogunk menni traderhez, ezzel az autóval elég gyors, vagy motorral elég gyorsan tudunk haladni, úgyhogy ez jó. Sőt, baró gyorsan fogunk haladni vele. Oda nézzé. Ezzel gyorsan végig tudjuk járni a különböző helyeket, ahol el akarunk jutni, és azért gondoltam, hogy minél több kincset kiszedünk, és minél több pénzünk lesz, gondolom a loot a kincses ládákba is változik, tehát javul, és akkor még több csodálatos dolgot fogunk benne találni. Nem tudom, hogy leginkább ilyen pénzes dolgokat szokott ugye adni. Kíváncsi legyek, hogy mit fogunk belőle kapni. Megyünk le az úton, amennyire tudunk, aztán, hogyha nagyon elkanyarodik esetleg, akkor megyünk másfele, várjál. Ránézek a térképre. Igen, hát ez az út pont oda fog vezetni. Jó. Motorozás. Úgy ezzel együtt ugye fel is fedezünk olyan vidékeket, ahol még nem jártunk, például ahol van ez a kincs, ott se jártam még. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy ez mi lesz. Valamennyinek számít, hogy a Taylornek a treasure mapja, vagy akárkinek a treasure mapját szedem ki. Itt van egy katonai bázis, emlékeztek arra? Oda is valószínűleg fogadni meg küldetés, biztos epic nehezet, szerintem biztos tier 5-öst vagy tier 4-est. Úgyhogy ez is tök jó. Erre például nem is voltam. Várjál, itt nincs izé? Nem ilyen? Ez mi? Ez megint izé kiégett föld? Már van jó ordét. Érdekes. Milyen messze van? Miért nem mutatja, hogy milyen messze van? Nem is jártam erre, tök jó. Nem is tudtam, hogy itt... Én azt hittem, itt már vége van a mapnak, bazza. I've got a bad feeling about this.
Haza, itt, mi van itt? Mi a szar az? Cirkusz? Vagy mi az? Mi van? Cirkusz van itt? Gyerekek. Na, az. Tényleg nem jártam erre. Tök jó. Imádok olyan helyen közlekedni, ahol még nem jártam. Imádom. Mi a franc ez? Ez van gyors étterem, vagy mi ez? Kafé? Na, oda néz, tök jó, ide leteszem a motor. Ez mások is, mint az őrültek. Remélem, hogy jönnek zombik is, aztán az még jobb lesz. Gyorsan, gyorsan, gyerekek, verjük neki, verjük neki. Hogy né. Ez az, ez az. Ilyenkor szoktak zombik jönni? Nem. Csak egyre kisebb lesz. Ó, hát akkor nagyon gyorsan ezt kifogom én ezt utolni. De lehet, hogy ha nem mozognék közben, akkor nem annyira fogyna a staminám, nem? Ó. Kíváncsi vagyok, hol lesz. Itt meg már kűj van, nem szeretem ezt. Nem vagyok boldog tőle. Nem, ma inkább a földet próbálom. Nem hiszem, hogy izében van, kűjbe van. Kűjbe lenne az izé. Van olyan. Kőben van a loot. Kapkolászom ki. Ó, kő. Tényleg van olyan, hogy kőbe van maga. Nem gondoltam volna. Gyorsan. Remélem jó cuccokat fogunk kapni. Amennyit birok, amennyit össze fogok szedni. Ilyen kincset. És abból pénzt fogunk ugye szervírozni magunknak. Na mi van ma? Nem hiszem, hogy nincs meg. Milyen nagyon idő, olyan nagyon bérástam, hogy mi van? Hallod, ezt utálom egyébként, ezt rengeteg ásást. De mondjuk legalább olyan idő, jönnek cuccok. Figyelj, itt vagyok. Nem hiszed el, hol van? Hol van? Ott van! Ja, még ki kell verni. Nem baj. Ne tűnj ide, hogy... Na jó. Gyerekek, zombi van. Na mi van? Ki vagy te? Hol vagy? My senses have picked up something. Azon járul istenit, hát nem látod, kincset keresek? Kincs, ami nincs! Gyorsan, gyorsan, gyerekek! Menni kell a következő kincsre, rá, ezerrel! Mi lesz benne, valami jó cucc, remélem? A kincskereső kisködmön. Kincskereső kisködmön, ez lenne jó a címe ennek a videónak. Várjátok, legyen egy kis fény, legyen egy kis fény tánc. Jó, figyeljetek, így meg egy kis kléjem is jön mindig, mi? Meg ez egy kis vasom, kemény, 7-8 vas jön ebből. Gyerekek, ez nagyon ideje, nagyon kemény anyagú van. Nem nagyon akar széjjel ugrani. Na, verest, verest neki, verest. Hogy? Ó, de milyen sok lőszer, azt bírom. És egy kis lóvé, 7000 lóvé, nem is kicsi lóvé, bazza. Na jó, gyerekek, vele, menjünk tovább, az meg egy FNDF, nem tudom micsoda. Várjál, ilyenkor meg tudok tanulni még egy mapot, nem? Jó, nyugodjál meg, te meg hallod. Nem tudom, de ezt miért nem engedi readelni, figyeled? Várjál már, lehet, hogy az egy folytákat nem engedi. Nézzed már meg. Mi neve? Jenny, Nicole, Sarah, Taylor. Jó, azt megtanultuk, de akkor be lehet raidelni. Oh. Amit el tudom olvasni, csak az... Nem mondod be azért, hát mit ma? El lehet olvasni, csak az olyat nem gondolom, ami ugyanolyanod van. Nicole. És akkor így mehetsz. Nekünk ugye van elvileg be van egy Jenning. És azért nem engedi. 2,1 kira... Figyelj, tök jó. Legközelebbi, Taylor. 500 méterre van. Ó, hát ez nagyon jó, imára. Hol van, merre? Van, most jelöltöttem meg, nem?
Jó, haver, várjál! Már csak azért. Megnézem ezt a beldát. Hát, ha ebben van, érzem, hogy ebben van a loot. Nem is olyan rossz, bazen. Néha olyan tök jó útok vannak. Na, akkor 500 méterre van még itt egy... Ó, tök jó, akkor így csorba végig tudod lootolni az összeset. Kincs kereső kiskörbe a gyerekek, hogyha figyelj, egyi pénz van minden egyibe, van még vagy 5, 5x7, 35, meg tudnál venni még az autót is lassan. Mert ugye van alapban 40 valahány ezre. Wow. Tök jó. Ez tök szupi. Na, hány méterre van? Mindjárt itt lesz, nem? Lehet, hogy vannak bizonyos területek, és annak az közel van az egyik, az vagy hogy akarom elmondani, csak nem tudom. Jézus Mária. Valahol át kéne vágtatni. Ez ilyen kiégett föld fele van. Na, mindjárt. Na, ezt rüellem. Van a zombi, mert benne legyen, mert akkor meg... basz minket. Na menj ma! Miért nem gyalog a motort? Már jobban jártam volna vele. Persze. Hol az a rohadt motor? Na. Most nem tarasztalom be. Nem tökölünk, na! Elmegyünk a lootra. Hol vagy loot? Hol vagy loot? Az, amíg ilyen sokat költ jönni. Egyébként itt sem voltam még, elmondom nektek. De hallod, ez ilyen milyen tag volt ez a terület? Rüellem az ilyen területet. Menjünk. Elvileg ezt ugye csákányolni kell először. Aha. Lefejtjük a tetejét. Ami zombi rajtam volt, nem? Akkor majd megöljük. Elgodjunk. Stamina? Várjál, már nincs semmi pia. Full nem hoztam semmi piát. Egyébként tök imádom ezeket a különböző kincskeresés, egy csomó mindent tudsz ebbe csinálni. Egy ilyen kincskeresést is ide berakták, ez tök élhető dolog, tök szeretem. Van értelme. Csomó lőszert ad egyébként, ahogy észreveszem. Vagy lehet, hogy minden egyi mást ad. Minden, ugye Taylor-t csináltam az előbb is, azt hiszem megint Taylor-t csinálom. És akkor lehet, hogy azért külön más jellegű dolgokat adnak azok a... emberfüggő, mármint hogy kinek a treasure mapját csinálod? Meg ugye mindjárt ásnom kell ma. Jó. Picit fújunk. Nincs senki? Nem jön senki? Igen, futkorászok közben az lehet, hogy még rosszabb. Álljunk már egy helyben. Ott van-e? Ha, meg is találtam. De jó. De jó, Rio. 7 óra 46, és megvan 2. El is tudom költeni a nagy lóvékat. És akkor megint a legközelebb itt, utána megint, és akkor minden egyik ki tudom utolni. Ez tényleg úgy jó, hogy összegyűjtesz egy csomó ilyen térképet, azt benyomod az összes, és ezt minden egyet megcsinálod. Vagy mondjuk, ha benyomtam volna az összes, és arra járok, akkor csak kiszeregettem volna. Csak az a baj, hogy igazából mindig így beosztod az időt ebben a játékban, hogy nem nagyon szoktál céltalanul mászkálni. Na, skacok. Igen, ebből lőszer annyi van, mint a sár. Tök jó. Meg volt ilyen ezüst is. Na, akkor nézzük a következőt. Hát ne viccelj. Map. Na, van egy 695 méterre. Jelöljük meg. Arra van. Innen kivergődök valahogy, várjál? Nézzük már meg, hogy... Nem vergődünk, hanem bevergődünk, mert úgy látom, hogy arra fele kell menni. Úgyhogy azt lehet, hogy egy kicsit egy gyalog, mert hát itt ebben nem nagyon kellene motoroznom ezen a helyen. My senses have picked up something.
Fia, lehet, hogy ott is hagyom a zombikat, esküszöm nektek. Milyen szarnak öljek meg egy zombit? Mi értelme? Mit nyerek vele? Esetleg a lootot, nem? Meg egy nagyon kevés XP-t, de hát kitörölhetem azzal az XP-vel, főleg ha egy ilyen 440 XP-s. Egyre nehezebb most már XP-t szerezni, ugye már szerintem ilyen több százezer XP kell egy szinthez. Ha itt a zombi medve van, akkor itt megőrül be az, amire itt végig veregeti magát. Jó, nyugodjatok meg, figyelj, nem éjszaka mész, sokkal gyorsabb vagy a zombiknál. Valamit... Mondom, valamit hallottam. Mondjuk a kutyit azt ki kellett írnom. Egy medve azért rám támad, akkor kapásból egyes gomb. M60-as. Ezek a rendet tenni. De hallod, mi ez már, hogy ilyen a sziklahegység őrület? Missunk már le innen. Hallod, itt megint szerintem még nem is jártam. Oda nézzé. Arra, ott van az út. Itt van a mi ez? Mi van ott? Nem a börtön, vagy mi az? Na itt lehet medve? Medve lehet, A arka, szallott rája. Már a motor nálam a matt beizgul, várjál. Rakjuk ki a motort az izére, az ki, bár hol a motorom? Ez olyan jellegtelen izéje van, az, ikonja, hogy nem is látod. Szerintem a börtön, itt van a börtön. Ablakába. Milyen messze van még? Ó, jó van, innen már gyalogolunk. 8 óra van gyerekek, harmadik időt fogjuk utolni. Jó. Ezt nem is félek semmit olyan a játékban, tényleg. Itt van a börtön, jaj, Mori! Hagyjuk a francba. Fia, ott volt egy ilyen, mi az? Hűtő szekrény. Ez jó lenne volna. Olyan volna kitörnek, nem? Hát, mi ez? Stamina reg. Ijjá, bazza, ijjá. Ezt futás van. Megy ám a stamina felé. Jó, börtönt elengedjük. Nem kell nekünk. Ha egyszer kilutoljuk. Emlékeztek egyszer valami? Egyszer valami random mapon börtönbe költöztünk be. Még nagyon-nagyon régen. Ja, túl nagy. Nekem az nem tetszett, mert túl nagy az épület. Ezen védhető. Ezek a gyári épületek, amik ugye vannak a játékban. Azért nem annyira jönnek be, mert olyan nagyok. Meg van egy zombi medve, remélem, hogy az jó messzi. Hát pont rajt kell lennünk. Ej, Mara, ezt ki kell nyírni, öcsém. Yeah! Oké, na, álljunk neki ásni. A csodával határos módon a kincset kiásom azon módon. Ennyire nem lehet szegényes a szó kincsem, hogy ugyanazt a rímet, ugyanazt a szót használom kétszer rímnek azon módon. My senses have picked up something. Hogy? Húr! Te valahogy elkezdi, valamit érez. Na jó, van, akkor nyugodjál meg, te soha. Ha nem jön semmi, akkor nyugodjál meg, jó? Ne szívasd apádat itt. Jó, édes apádat, ne szívasd. Kit látta, kit hallotta? Most belém ültette itt a bogarat a fülembe, hogy itt elkezdett nyekeregni, hogy ő hall valamit. Annyira figyelek.
Ebből mi jön? Ebből csak kő jön meg homok. Jaj, de nem jó. Jaj, de nem jó. Kicsit összmegtöröm, aztán nekiállok el másni. Úgyne, egész jó helyen vagyok, nem? Annyira nem, kicsit arra orientálódjuk. Még egy airdrop délbe lenne, akkor már teljesen tökéletes lenne minden. Esélyes, hogy lesz airdrop délbe egyébként. Nem tudom, hogy hányadik naponként van, de elfelejtette a képet. Azt hiszem 3 napra van állítva. Ez ilyen gyári adat. Nem én állítgattam. Semmit nem állítottam át egyébként, semmilyen gyári beállítást. Úgy gondoltam, hogy ne könnyítsük meg, meg ne nehezítsük meg a helyzetünket. Ez az, ott van-e. Nya! Ja, a bányász kávé, ez jó. Sokáig is tart, meg nagyon nyomja ez a staminát. Szinte mindig felugrik maxra, figyeld. 160, 160, meló közben is. Nem tudom, hogy tényleg hányadik napig vigyük el ezt a játékot. Már nem azt mondom, hogy túl könnyű, de kicsit ilyen idős, ilyen hanyag lazassággal kezeljük az esemény folyamokat. Már egy zombi medve is könnyen legyűrhető ellenfélnek számító. Mondani, 5 spear. Hát csak az a baj, hogy nem használok én ilyet, érted. Jó, 762-es jött, tök jó. Minden egyébként frankó, nem mondom, hogy szar. Na, akkor várjál, van egy Jenny-t, meg egy Nikolunk. Csináljuk meg a Jenny-t. Merek menni egy Jenny-hez-e? Nem örülök neki, hogy itt a kiégett földre elős közepén kell szarakodnunk. Jaj, de viszont pont is, hogy arra kell. Na, már történjen valami. Már jön is a madár, hallod. Ez az egy baj, ez a hülye motorra. Incoming enemy, prepare for conflict. Azt hittem, hogy idő. Zombi medve, bassza. Jó, menjünk motorról azért. Azért jó vagy gyorsabb. Mikor nem is húzom neki. Kukuc vagy mit tudom én, hogy nevezik. Kukuc szekezdél. Az a baj egyébként, a madarak is olyan szinten lehetnek veszélyesek, lehet, hogy olyan marha nagyot nem sebeznek, csak úgy vérzést okoznak, meg beteg leszel, meg mindenféle problémát lesz előbb-utóbb. Ugye, hogyha nem elég a sok resziszter, jól mondom, hogy a sok resziszttől függ. Valaki meg le akarok kárni. Ez mi ez? Nehogy már ilyen skidboard pálya, vagy minek nevezik. Itt a medve. Francia sem bele. És ezt ki kellett nyírnom. Egyébként tök jó ez a szteroid, ami jön be vele, az azt hiszem 105 ilyen darabja, vagy valami ilyesmi. Most kemény egy darab jött be, úgyhogy ez nem volt nagy kifizetődő, de nem olyan rossz. Ó, hogy a rossz sem nem ette meg ezeket a madarakat. Ezek a madarak baró idegesítők, nem tudom, valaki morrowindozott annó? Abban voltak ilyen ideig patkányok, ilyen egyelvél patkányok, meg ilyen madárak, amik mindig jöttek, érted is. És már 3826-os szintű óta, még mindig az volt. Még mindig az volt, hogy azokkal vinkoltál. Mindig meg kell tölnöd, mert különben nem akadt le rólad, hanem egy darab ütésbe került, érted, de mindig meg kellett tölnöd. Halál volt, úgy utáltam. Itt kb. Ugyanezek a madarak ezek.
Őrületek. Valóan. Haladunk, legalább felfedezünk gyerekek különböző szuper jó helyeket. Itt meg van egy folyó, úgyhogy megpróbálom nyilgálon árvágni rajt. Minél nagyobb lendületet szedjünk az elején. Mert lelassul, de ha nagy a lendületed, akkor elég sokáig eljutsz. Ez hátba vág, azt hittem. És megjött a madarom, de jó. Ez a kik robbantott földne lenne. Boldog lennék. Ez mi ez az épület? Valami rohadt nagy épület van itt. Sőt, ez nem is egy rohadt nagy épület, hanem egy város. Ja, egy batár nagy épület. Ez valami nagyon komoly dolog. Hát ez igen. Egyébként azt vettem észre, a kocsik be egész jó utak vannak. Most nem állunk meg, csak egy eszembe jutott az autóról. Hát, fiú. Tíz óra van, mi? Megint elcsúszom a... Kiulatjuk itt fönn? Jó, ez már kiégett föld, nem robbantott, itt nincs az a sok kacat. Sokkal, sokkal barátibb, láthatod? És tele kacattal a talaj. Ja. Nem mondom, mit nyerített ez. Rúgj meg! Na, remélem nem a másik irányba lesz a következő map majd. Nem valamire erre adél. Itt szerintem jártunk, nem? Vagy nem jártunk? Na, húzzunk. Az mi az a nagy valami ott előttem? Város? Várjál már! Hol a szarba vagyunk egyáltalán? Te hallod, itt van előttem valami városszerű, vagy mi az? Vagy csak fák? Fák! Szerintem kiérünk végre ebből a nyomorút. Kiégett földből. Fie! Ezek paze! A treasure-ök rájöttem, hogy mik. Ezek a izék, ezek a traderek, ugye? Mert ez például Jenny-nek a műveje, és itt van a Jenny nem messze. És azért is van itt gondolom ez is. A Jenny az a, az, az egyik trader. Ja, hogy ez így működik. Na, megint lesz play it. De jó, itt lesz sok clay. Clay az kell. Vas kellene, megint. Meg minden kellene. Kipper az mohó. Mennyit melóztunk ebben a játékban, gyerekek? Mennyinél tolhatok ide a zombi ügybe? Várjál, hadd nézzem meg. 3400. Itt az utolsó zombi oldak ott megint voltak több szállam. Figyelj, leesik a kő. Hopp. És eltűnik, felrobbarik. Kicskeresés összekötve clay szerzéssel. Már de megéri. Az a baj, neki állsz lefele ásni, és véletlenül nem arra szűkül a kör, akkor rácsiszel fölöslegesen ásol lefele. Ember tudnám, hogy melyik szinten van. Érdemes lenne oda leásni, és akkor ott menni. Sose sikerül megtalálnom hamar. Ezt nem szereti a Keeper. Ah! Most egész jól megtaláltam, de jó, ugye volt. Nya! Hajrá! Jenny-nek akkor elvileg izék, olyan jellegű cuccai lesznek? Hogyha lesz trader közelben, Jenny közelében leszünk, akkor fogjuk azt csinálni, hogy bemegyünk hozzá körülnézni, vannak-e új dolgai, modok, meg ilyesmi. Meg megint reformálni kellene a karakterem, mert egy csomó modot szereztem már. Meg ugye le kellene adnom a küldetést, és 10 óra 34 nagyon sok idő eltelik. Az epic loot. Ebbe lesz. És akkor, hogyha ez Jenny-nek a treasure mapja, akkor elvileg ebbe tényleg ide gyógyszerek leginkább, ugye? Én kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg úgy működik-e. Hát rohadtul nem. Viszont arany az van, de 800 valamennyit érem ez az arany.
Tök jó. Várjál már. Scrapeljünk meg, dobáljunk meg, mindent csináljunk, jó? Hülyeségeket ne vigyünk, ezt 19 füvet nem visszük. Ez mennyit ér? Ez 680 valamennyit. Jó, de jó. Meg hogyha még fel is modolnám, még jobb lenne, 3 darab faró adjál meg. Oké. És akkor most megtanulhatom már a következő Genis mapot. Oké, és akkor menjünk ki. Jenny hol van? Mennyire van messze tőlem? Ó, a következő treasure map nagyon közel van. Te oda nézzél, hallod? Itt már mindent itt végig idejöttünk, szántottunk. A Jenny, az elmondom neked, az hol lakik? Az olyan, nagyon be vagyok keveredve. Megjön egy zombi. Szarjuk rá. Megyünk a következő, pont itt a következő treasure. Az úton el is tudok menni, de jó! Tök jó, élem ezt! Rengeteg pénzszerünk ám így. Tényleg rengeteget. A rengeteg az azt jelenti, hogy tényleg rengeteg. És ez marha közel van ez a... Ja, és végre normális körülmények között motorozhatok. Föl a dombra, le a dombra, ugratás, minden. De ez hol vagy? Hol van, hol van? Mi van itt azért? Pihenővedet? Hello, haver! Megszívtad. Te azt nem mondod, hogy víz alatt lesz a... Nem itt a tó alatt izélyt? Egyszer csináltam egy bázis, gyerekek. Valami rémlik. Nem itt voltunk a tó alatt? Legelőször, amikor kipróbáltam a játékot, azt úgy megöltek, mint a szar. Tunaparti csónakházban? Nagyon jó kett hangulat. Fürdik az ember boldogságban? És a tököm ki van ma? Ez izé, ez kalózkin, csöcsém. Tőparton van, kalóz kincs. Ja. A kalózok kincsét kiássa, a keeper most már áll. A kalózok kincsét kiássa, a keeper most már áll. Most le fogok fúrni egyenesen, és tuti rá fogok hibázni. Igen. Na. És lefúrok egyből. Ez meg kő. Szerintem kőben nem lehet. Igen. Na, majd. És meg más taktikát választottam, lefúrtam. És alagút, Igen, volt a keeper? Túl vagyunk terelve, majd dromba ki kell pakolnom, gyerekek. Na hallod. Erre. Hoppá! Móre, víz alatt vagyunk. Víz alatt vagyunk, Móre. Jaj. Nem mondod, hogy a víz alatt van a kincs. Várjál már, menjél ki! Ne legyél hülye! Majd megfullajtottak. Megfullajtottak. Oda nézd, itt a víz alatt a kincs, te. Hát akkor tudok víz alatt ásni egyáltalán? Nem is tudok víz alatt ásni. Ne szórakozzál, tesó! Várjál, valamit ki kéne találni erre a dologra, nem? Eho! Várj, hol a drónom? Álljál meg! Valamit erre ki... Valamit erre ki kell találnom, mert ez nem buli így. Ez is tudom, annyit van minden, ami jó. Basz, mennyi alatt sörétles lőszert kaptam, te Jézus Mária, tesó. Na, itt valami nem stimmel, nem tudok... Várjál, talán nem tűnik el, ugye? Kéne fát vágnom. Pillanat. De mellé. Oké. Okay. Ki kellene szorítanom szerintem a vizet valahogy, vagy nem tudom. Nem tudom azt csinálni. Csináljunk a vizet. Közben ezt a zombit le kéne... Ne? Elballag? Ez a biztos, minden biztos, biztos nem zavar.
Jó, oké, akkor próbáljuk meg, nem tudom, ki kellene szorítanom a vizet, vagy hogy lehetne megoldani ezt? Te fiú, hallod, ez nagyon szarígy. Szarígy, szarígy. Na, valamit kitalálok itt rá. Nem hagyja annyiba. Arra vagyok kíváncsi. Hogyha... Jaj, menjél már ki! Menj már ki! Nem hajlandó kivenni. Ó, te fiú, menj már ki, na! Először is megpróbálom elkeríteni. Itt tökig. Na, így. És akkor... Jussunk ki! Ó, még mindig omlik be. Hallod, ez a... Ez a vízbe mozgás, ez egy halál. Na! Már csak 5 darab izajunk van. Blokkom? Nya, várjál, itt még. Kell még blokk, faze! Legyen, legyen, legyen. És ezeket tökölöm be azon a víz alá lett. És azt próbálom, hogy mit tudom én így. Nem figyel, figyel mi van itt. Pont megzavartat a gyerekek. Meg, beütöttem a fejemet. Hoppá. Mi fej? Pont fejbe talált egy csávó? Vagy mi a szó? Jó, elcsesztem. Nem baj. Menjünk már, alud ezzel az egy izével szarra lehetek a részek itt. Arra vagyok kíváncsi. Úgyhogy visszaszedem őket, akkor nem tűnnek el. De! Na, látod? Erre gondoltam. Kiszorítom a vizet. Nem tudom, Minecraftban volt ilyesmi. Aztán akkor tudok. Ah, nem lehet ásni vizet, bazen. Nem gondoltam. Oh, oh, oh! Dobjon! Pazze! Nem messze van! De jó! 300 méter gyerekek egyre jobb helyzet. Viszont ezt ki kellene kaparnom valahogy. De jó! Valahogy ezt ki kellene ásnom. Á, víz van. Majd vannak. Nem hiszed el, hallott pont berakta, hogy... Ilyen már nem a víz alatt van? Ez a víz alatt van. Ott vagyunk. Menj ki be az a vízből. És mi van ma? Hát a fiú hallott, megint kirak, berakott a vizet. Ne kéne mennem alulról. Nem hiszen ezzel szarakodik az ember, öcsön. Érdekes, hogy néha víz alatt vagyok, néha meg nem. Érdekes a víz megvalósítása ebben a játékban, gyerekek. Hol volt ez a szar? Ja. Ezt elérem? Csak ennyi? Ne, ne azt! Jó, épp, hogy elérem. Ja, ez egy őrület volt, ezzel nagyon sok időt elcsesztem.
Viszont itt van a airdrop is elvileg, valahol. Ott az airdrop beledobta a vízbe, bazzák. Mi van a... Waypoint. Ott az airdrop is, meg jöhet a kö... Már csak egy drop treasure mapon van, meg akkor az airdrop. Az airdropból lehet nagyon jó armor, vagy fegyver is. Úgyhogy az is jó lenne. Meg el kéne látogatni Jenny-t, meg le kéne adni a küldetést. Nagyon jó lenne. Ezeket a blokkokat visszaszedjem? Visszaszedi a tököm, nem? Nem kell nekem ezt visszaszedni. Na, legyen valami jó út legyen benne, vagy mi? Egyébként ezekben mindig ez a lőszer cucc van, meg ilyesmi. Jó, most be is félt, hál' Isten. Hallod, de milyen mélyre kell társni? Ja, mert a izé gondolom a víz felszíntől számította. Ugye, itt végig. A víz felszíntől számított még x métert. Na. Ki mikor és hogy? Jó, várja, hol vagy Csaja? All systems go. How may I help? Köszi, haver. Oké. Okay. Nem akartam! De várja. Rakjunk be olyanokat, amik tényleg... Gyerekek, mennyi lőszer, tök jó. Faszik, 20-valahány ezer tokent összeszedtem már. Ezt nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy lenne érdemes egyébként elmenni. Nézzük meg, merre van a nézők következő map. Nem, elvileg már csak egy van, Nikolé. 3,4 km, more! Hát ez nagyon sok. Ez hol van Nikolnak a mapja? Erre van, arra. Aha, arra van, 3,1 km-re. Ez nagyon messze lesz. Nem is vágom, hogy hol. Esküszöm. 3,4 km-re tőlem arra. Nem is látni. Leszórakozzál. Na jó, mindegy, az airdropot meg kell nézni. Valahogy az a baj, ez úszás, ez egy rémálom ebben a játékban. Jó, 300 méterre van az airdrop, meg akkor a Nikolnak a... ki kellene még lootolni. Figyeljetek, gyerekek, összeszedtünk minimum a lootokkal együtt szerintem 30-40 ezer pénzt. Ami azt jelenti, hogy az autót meg tudnám venni, de egyébként nem kellene arra költenem. Mert szerintem a tier 4-es küldetéseket, ahogy beszéltük, megcsinálnám, akkor ugye megkapnám talán a kocsit. Mert nem is tudom, valami 80 ezerbe kerül az autó, nekem meg ott hol van 40 ezeren vagy mennyi csoda. Master, we are not alone. Nem hiszem, jaj, zombi. Ja, egy kicsit beütöttük a fejünket, ha bocsi. Menjünk ma, pont vízbe esett, nem tudom azt, hogy tudom kiszedni. Talán maradjál ott a helyre. Itt az a motort nem nagyon tudom használni. Ó, te fiú, te hallod. Állja, nézzük rá a napra. Még van egy sziget és azon túl. Aha. Azon túl a szigeten túl. Ezt utána meg megyünk haza francba. Figyelj, itt valószínűleg van loot, mert ugye van izé. Mi az? Házikon. Milyen érdekes lenne itt is megcsinálni a küldetéseket, nem? Hogyha végeztem ott tier 5-ös küldetésekkel, át kéne jönni egy másik zónába, és itt is megcsinálni a küldetéseket. Itt is kell lehetne alakítani egy ilyen kis ideiglenes bázist, ahol elhéderezne az ember. Tök állat lenne. Kár, hogy nincs jónak a játékban. Helikopterre milyen jó lenne itt menni, nem? Egyébként a tier 5-ös küldetés nem fogja megadni nekem a helikopter. Mennyi megkerül a helikopter? 150 ezer körül? Érdemes lenne rágyúrni, nem? Ez azért közlekedni több frankon lehet. Gyerekek, helikopter legyen a cél, akkor nem csesszük el az óvét addig? De nézd, mekkora ilyen apartmanszerű épület. Itt is a küldetések tök állatok lehetnek. De miért mutatja fölfele a lootot? Akkor lehet nem is vízbe esett, hanem itt a szigeten van. Akkor itt a szigeten van. Menjünk, jussunk már innen, alatt. Megőrülök ettől a víztől.
Menj ma. Olyan lassan, úszásra, swimmingre nem lehet rakni, vagy mit tudom én. Ez borzalom. Na, igen, a szigetem van, jó van akkor. Akkor jó van, akkor meg vagyunk. Az airdrop, az airdrop, és nem fog már lassan férni, és itt kell szelektálnom, ott felállt egy csávó. Nem tudom, úgy adott talán. Lábát kilőttük direkt. Na, ott van fenne dobbore. Jaj, de jó. Egy ilyen szigeten is el lehetne ébredni, mi? Tök jó. Aztán komoly videómat kéne kialakítani. Alud, olyan fáradtak vagyunk, hogy nem tudom, na már annyi, már na. Yes! Mi ez? Ez modifikáció. Közelharci... Hallod, ezért nem volt érdemes egyéni. Viszont, valahogy ki kéne jutni a legrövidebb úton, innen. És akkor elmenni azért az utolsóért, és valószínűleg akkor úgy be tudok ejteni kettő darab üzlethelyiséget is. Jó, innen kimegyünk, elmegyünk Jennyhez. Megnézzük, nincs-e valami jó eladó az cucc nála. Meg eladhatnám ugye az aranyakat, meg az ezüstöt, meg az összes eladható cuccot. Ebben egyébként a közelharci modifikációk annyira nem érdekelnek, mert nem használok. Távolsági modifikációkban lehetett volna jó, de ebbe valószínűleg kaki lesz. Most kacok, és akkor végre használhatom majd a motoromnak a inventoriát. Ugye rossz volt, lassú vagyok. Na! Hol van a moci? Nem mondod, hogy ott hagytuk a mocit valahol? Hol a moci? Ennyire nem lehet jellegtelen a motor. Hol hagytam a motoromat? Ó, hogy rohagy meg! Bocsánat, gyerekek, ott hagytam a motort. Tekerhetünk vissza. A francia sem bele, bocsánat. Ó, hogy a rohadt életbe. Jó, nincs annyira messze, ugye? Mondjátok, hogy nincs annyira messze. Atyukos. Sátortábor, minden van. Ott a kukorica, figyelj el. Jó, nem szedem le, ígérem, bocs. Mert nagyon leszedném azt a kukoricát. Ott hol van elég kukorica? Nem, nyugodjál meg, Keeper. Nem kell kukorica hegye. Valahol itt a motor, nem aggódjatok. Valahol itt lesz a motor. Ennyire messze van a motor. Ó, te fiú, még azért töltöm túl. Tomatta életbe. És nincs semmi ital ilyenkor nálunk, megőrülsz, öcsém. Mindjárt benézek, bazony, egy italér vagy valami. Adjatok egy piát, vagy valamit adjatok nekem. Van hajó, nézd! Hajó, lol! De jó, tök jó, és másfajta loot lehetőség. Figyelj, benzinkút, meg ilyen hülyeségek, tök jó. Ó, hűtő! Jó, egy piát kellene nyúlnom valahonnan, gyerekek. Sehol? Érsek is vagyunk. Örültem volna egy piának, de ne jó, hagyjuk a francba. Addig ma odaérek a idejével is. Ezért lett volna jó egyébként a szűrőt berakni a kis izénbe, pofámba. Elég veszélyesen élek, úgy érzem. Na! Gyerekek, akkor következő szituáció. Hol, where is Jenny? Jenny is here. Na várja. Fölmegyünk ezen az úton és végig, eddig a pontig, és akkor ott elfordulunk, és akkor Jennyhez érünk ki. Nem mondod be, ezek komolyan mondom. Kipper, te olyan hülye vagy, öcsém. Beleugrott baza a üzébe, likba. Na, gyerünk föl az útig. Főútvonalig, azt ott végigveretjük. Na. És Jennyt meglátogatjuk, van-e nála valami jó cucc. Eladó, és akkor utána megyünk még. Várjátok, ezelőtt mondtátok, hogy egy kicsit tovább mentem volna. És ott lett volna
Mondhatok, hogy kicsit tovább lettem, mert ott lenne volna az árus. Erre kíváncsi vagyok. Tényleg azt mondtátok, ugye, hogy menjél még egy kicsit tovább, és ott az árus. Ugye ez a felső részen lévő üzlet ember, elmegyek erre, most elég gyorsan motorom aztán egy frankon tudok adni. Ugye itt kerestük, mint az állat. De nem találta meg a Keeper, annyira béna volt. Jó, van, nyugi, van, nyugi, van, nyugi, van. Megyünk erre körülnézünk. Hát nem hiszem el, mondhatok, menjek egy kicsit tovább, de hát itt baromira nincs semmi. Ez meg mi a szar? Ez egy... Megint egy ilyen valami. Hát, bazen, itt már nagyon sokat tovább jöttem, tesó. Nem hiszem, hogy erre még van. Mentem volna tovább egy kicsit, azt mondtátok, hogy itt van az árus. Tudjátok, amikor árusokat keresgéltünk. De itt nem látom sehol. Ah, le is van zárva az út, vége. Ugye itt már ilyen kiégett föl téma van. Na jó, menjünk Jennyhez. Nézem már meg ezt a kocsit akkor legalább. Basz, megint egy ilyen automosszú lesz. Valamelyik autóba ideje van, egy csak meg egy szar. Valamelyikben meg egy kéz vagy annyi dolog. Bevásárlóközpont, gyerekek. Walmart, vagy nem tudom mi ez. Ez izé is. Mi az? Gyógyszertár. De figyeljünk azért, hogy valahol nem látunk már egy üzletet, de én egyáltalán nem látok sehol. Nem tudom, hol mondtátok, hogy van. Viszont ez a motor, ez élhető, ez nagyon élhető a moci. Figyelj, a bolt csak valami közel rakta volna, vagy látható helyre rakta volna, nem? A készítő sereg. Majd akkor írjátok meg, hogy hány másodpercnél, vagy mit tudom én, hol megyek el mellette, hogyha esetleg tudjátok, hogy hol van. De hát ez se az, ez is csak egy... Ez egy hely. Mentem volna még egy kicsit tovább, megtaláltam volna az üzletet, írtátok ezen. Hát bocsánat, de most sokkal tovább mentünk, de rohadtul nincs itt semmilyen üzlet. Ugye a farmnál keresgéltem ez alatt. Ja, nem találom. Lehet, hogy módosítanak néha a mapon, vagy nem tudom, nem valószínű, ugye? Itt a farm. Na, jó van, leveretünk Jennyhez, utána leveretünk a másik helyre, és utána kiássuk a következő kincset, és összesítjük, megnézzük, mennyi pénzünk van, és mennyi pénzt kellene összekalapálni, hogy megvegyek a gyrokoptert, ugye ahhoz, hogy helikopteret tudjak közlekedni, mert az emel kell. Az lesz a cél. Ezeket megüssük már végig. Hát egyet sem fogok találni, hogy ismerem magam. Na, egy meg úgy. De a motor ez jó, mert tök gyors. Incoming enemies, prepare for conflict. Sehol, üzlet sehol. Üzlet sehol, gyerekek, várjatok, ez mi? Ez nem az a nagy város? Ez nem nagy város. A kutakat is meg kell nézni, gyerekek, hogyha látunk kutat, akkor azokat érdemes, mert ott lehet, hogy titkos helyek vannak. Hoppá! Gyerekek, ez volt ám a kriptonit bevásárló kocsi. Megugratunk egyet. Zsics! Így ott vagyunk Jennynál, 700 méter. Tényleg nem látok egy darab izét se. Trader se. Arra kíváncsi vagyok, tényleg írjátok meg már, hol van ez az utolsó trader. Éhesek is vagyunk.
Fájunk is fájunk, minden. Oda néha csávó. Elütöttük. Remélem, van nálam izolanya. Ez haladós. Hát a helikopter az gyorsabb benne egyébként. Melyik a leggyorsabb járni? Lehet, hogy ez a motor, nem? Mert ez elég gyors. Nem tudom, hogy ennél gyorsabb járművet beraktak-e. És egyébként jó, annyira nem extrém a fizikája, de úgyhogy... És én mit jelöltem meg itt? Ja, mert itt kell jobbra fordulnom, aha. Master, we are not alone. Itt kell jobbra fordulnom ahhoz, hogy a zsenéhez érjek. Mindjárt benézzük hozzá. Hello baby, megjöttünk. Azt mehetek a következő treasure-ért. Most már közelebb is jutottunk hozzá, csak itt már itt körülélünk egy picit. Leparkolunk nála. Oh. Oké. Okay. Ja. Várjál már? Ja, jó, a motorban nincs semmi. Beszélünk vele. Hello! Jen, nem Jenny ez. Inventory. Először is szeretnék eladni neked néhány dolgot, például krumpli recept, menjünk végig, ezt is eladom, nem modolunk. Ezt is eladom. Nagyon jó. Hú, ez 14 darabot. 700, tök jó. Másnap, úgy az arany. 1600. Gyerekek, ez halad, brutál tele leszünk. Ez is mehet, mert nem használom. Remember me if you need medical supplies. Hol van az izé? Jel drónocska. How may I assist you? Igen, nyugodj el, mert kicsit ilyen borderlands-es beütés van ennek a drónnak. Nincsen nálad el a dolog, szóval tényleg ennyi volt, várjál, 26 000 pénzünk. 26 000? Miért csak 26 000? Én jól látok? Csak 26 000? 26 000. Én azt hittem többet kiszedtünk ezekből. Mondjuk az se rossz. Komolyan azt hittem. Na, Jenny, mit van neked? Mi az, ami... No, ami jó üzleted? Esetleg van-e? Ez az egy modifikációja van, ami érdekelne. Ez milyen sematik? Ez az, meg van tanulva. Modifikáció. Nincsen semmi olyan, ami érdekel. Kaja. Nem érdekel. Ez mennyibe kerül? 40 darab hús, 456. Ez viszont megveszem, mert akkor lesz egy csomó húsom. Ez nem volt egy nagy pénz. Fájdalom csillapító, jó drága, nem veszem meg. De lehet? Ja. Mégsem kerestem olyan túl sokat, azt hittem több összejött belőle. Na mindegy, veressük neki. Igen. Ó, ott a treasure map. Nincs olyan nagyon messze. Jó, akkor jó vagyunk. Akkor először lemegyünk a izéhez. A küldetés leadni, és utána meg a treasure map. És akkor meg is van ez a napunk szerintem. Mert nem a treasure map, hanem a treasure-t kiludoljuk a map szerint. Úgy akartam mondani, kiártja. Jó, van, spacok. Hát nem kis pályázók tényleg. Ide kellett jönnöm küldetésre, nem? Nem abban azért küldetben voltam? De. Jó, úton végig szépen. Pont be van, véget is ér a nap, amire sikerül mindent megcsinálni. De nem baj. Itt elvileg el fog az út ágazni, ugye? Teljesen fölösleges így toronyirán mennem. Az útokon sokkal jobb. Van nálam ugye üzemanyag, remélem. Nem kell végig gyalogolnom. Ez a fejfájás az ennyit akarsz, hogy néha ilyen csinálok? Azért annyira nem vészes. Nyugodjál meg, tesó! Okay. Jó, utolsó treasure-t kiássuk. Összesen akkor mennyi pénzem van? 26 ezer, meg ott van valami 40 akárhány ezer. Akkor ott van valahány ezer, akkor annyira nem jön ki az autó még belőle, de nem is baj.
Lehet, hogy inkább akkor tényleg ráfeszülök a időre, a girokopterre. Vagy a girokopter, meg adja az a T-5-ös küldetések legvégét? Az is lehet, nem? Nem tudom. A T-4-esen, ha megadja az autót, akkor szerintem az ötösen megadja a girokoptert. Ugye elég előre vagyok, elég jó haladok. Szóval... ezek a kányák, ezek gyorsulnak? Nem értetek. Szóval azért is könnyen haladok a küldetésekkel. Most, hogyha valaki nekiállna még kisebb fejlettségi szinten, akkor valószínűleg nem lenne ennyire könnyű neki. Mert nem lenne ennyi jó fegyvere például. A csávó miért feküdt az út közepén? Mi volt az? Jó. Kerestünk egy csomó zsetont. Meg ez is fog adni pénzt. Sanyika, mit csinálsz? Másol? Jó, és akkor már tényleg ígérem, hogy nekiállok a garázsnak, csak azért akarom ezt a rohadt T4-est végigvinni, hogy hátra megadja a autót. Ez miért van bezárva? Ó! Gondolom akkor az, hogy resetelődött. Tök jó. Hello, haver! Ilyen szort adsz. Mondjuk ez... ezt viszont elviszem. És XP és 2000 ezer, jó. Oké, inventory-ban van-e nekünk valami, nekünk való dolog? Ötven százalék... change, láncfűrésznél. Ezek nem érdekelnek egy cseppet se. Na nézz, mi az, ami van. Valami érdekes. Szőmarára semmi nincs ennél alatt. Ez érdekes, mi az, hogy semmi nincs nála? Ez ennyire miért van kifosztva, vagy... legalább eddig voltak járművek, vagy valami, semmi nincs nála. Mindegy. Na. Van-e valami jobot? Csak egy van. Miért csak egy van? Miért csak egy T4-ese van? Clear Zombies van. T4-es van neki. De miért? Miért csak egy? Miért csak egy van neki? De megcsinálnám, gyerekek. Ura, megcsinálnám. Ajjajajajaj. Várjam? Nincs üzemanyagom? Great to see you, master. Hoppa! Hoppa! Semmi üzemanyagom nincs, gyerekek. Akkor nem csinálunk semmit, hanem húzunk haza bazár. És nem is nagyon nyomjuk neki. Miért csak egy darab izé van nála? Miért csak egy küldetés? Várjam az a izé... hol, milyen messze van az a szar kiásandó dolog? Nicole Treasure Map. Ujj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 
nem érünk rá. Ó, de kár! Nem volt nálam üzemanyag? Én most adnék érte pénzt, bazze. Ú, de megcsinálnám mind a kettőt! Kíváncsi vagyok, hogy miért csak egy küldetése van például. Treasure mapot meg éjszaka is ki tudnám. Várj, nincsen üzemanyag, vagy tesó? Adj egy kis üzemanyagot. Az miért nincs? Hallod, nem hiszed el? Ez miért van szétfosztva? De nincs semmi most. Nincs nálam a izé, nincs nálam sovarkulcsa, nem tudok üzemanyagot lopni. Nem tudok üzemanyagot lopni. Jó, vissza kell venni, haza kell venni, gyerekek. Ez van már. Ó, de kár, ó, de kár. Jó, megnyomom neki, nem érdekel. Talán odaérünk. Bassze! Nem is gondoltam, hogy üzemanyag hiányba fogok szenvedni ebben a játékba. Komolyan mondom. Tényleg erre nem számítottam, de arra számítottam, de arra nem, hogy üzemanyag hiányom lesz.
Neki kell állni kocsikat szétszerni, meg minden, úgyis mechanikus kell, meg minden. Ez a madár meg eddig követett, most meg itt leáll. Jó, észrevett. Itt, hát ez lehet, hogy cipelnem kell ezt a motort. Hat. Bandika úgyis mindig azt mondja, hogy mindig épp, hogy hazaérek. 5. Hát de kár, hogy azt az utolsó treasure-t nem tudtam, meg a küldetést is megcsinálnak. Érdekel, hogy miért 4? Miért 4? A 4-es tier-ből miért csak egy van neki? És miért nem ugyanaz, mint tegnap? Mert tegnap még volt ott egy másik izé, Knight-os. Elfogynak? Vagy hogy van ez? Gyerekek 2% lol. 2% nem mondod. Tamiasak vagyunk, éhesek vagyunk, minden. 1% tök jó, frankó. Éppen. Jó, akkor egyelőre nem kell motoroznom, úgy látom. Mert kicsit elfogytunk. Jó, a gyerekek, szerintem ez a mai nap ez azért elég tartalmasra sikeredett. Nézzük, hogy mi az, amink van valami értelmes. Azért rengeteg lőszer. Annyira lőszert szereztünk, hogy az őrület. Ugye? És eladható cuccok, tök jó. Várj, hol a dróna? Na megjött, oda néz, várgődik át mindenen, te szerencsétlen, gyere ide. All systems go, how may I help? Jó, van, örülök neked. Na nézzük, mennyi pénzünk van. Mondom, nézzük, mennyi a pénzünk van. Azt mondja, hogy... Van 60... 73 ezer pénzünk van, gyerekek, és eladható cuccok, mert azért vannak itt még érdekes dolgok, ebből még egy 2-3 ezeret. Ja, össze lehetne szedni. Szerintem, ha nagyon akarnék, akkor össze tudnék szedni egy... Mondd, 73 ezer, 80 ezer pénz biztos. Tök hatom. Adja. Na, azt meg ki kellene nyitani. Eladható cuccokban nincsen más. Nagyon nincs, viszont a fegyvert azt tudnék craftolni, hogyha lenne puskaporom, mert ahhoz van alapanyag egy csomó. Ajjaj, gyerekek, ajjaj, fekete vonalat. Mert van alapanyagom, ugye van sörétem rengeteg, van ilyen magom, meg van ilyenem is, rengeteg lőszer, több ezeret tudnék csinálni. Hogyha lenne puskaporom nincs, az a baj. Egyébként közben szerintem a vész is gyűlök bőven. Á, rengeteg redem van. Tök jó. Olom is van. Fa. Gyorsan kipakolok, jó? Nem olyan túl veszélyes a fegyveralkatrész. Gyerekek, ez a fegyveralkatrész is, öcsém, ebben mi? Valahogy nem, nincs olyan dolog, amit nem tudnék megcsinálni, annyi izé van a fegyveralkatrészen mindenből. Borzalmasan sok. Hó, izé, puskapor, viszont jött egy csomó. 800 valahány darab. Gyerekek, a fegyveres már lassan megtelik. Hú, jó, jött egy csomó puskapor. De jó. Várj, ezt a modifikációsat nyissuk ki már. Ja, hát ez, na, erről beszéltem, hogy ezek ilyen kutyaszar modifikációk. Ezeket én tök nem használom. Úgyhogy ez szomorú. Szomorú mi? Szomorú. Ez nem oda? Ez oda. Van ott még egy fej, nem mod, hanem egy alkatrész. Gyerek, mennyit szucsom, mondta Jézus Isten? Ja, be kéne kapnom egy fájdalom csillapítót. Együnk meg egy fájdalom csillapítót. Bocsánat, kérek, azt mindjárt iszunk, veszünk, jó? Mert le vagyunk amortizálódva, nem kicsit. Ó, lett egy csomó ilyen, izé, romlott húsom. Meg lett egy csomó kléjem. Az nagyon jó dolog, mert az azért megint kell. Vasam nem sok van sajnos, mármint ilyen nyers scrap vasam, ironom, az egy kicsit bánatossá tesz. Viszont lett izém, antibiotikumom, ami mindig kell, mert az mindig fertőzött a keeper. Az egyéb crafthoz mehet, nem a mechanikushoz mehet még a mechanikus, mert ez. A szerves crafthoz mehet ez,
a fához. Mehet ez. Tök jó. Jó vagyunk. Jó vagyunk, gyerekek. Az ólomhoz menjen az. Tök jó, mert nagyon jó el van rendezve itt az egész. Meg közben már van egy csomó alapanyagom, és tudnék csinálni tök jó kajákat is. De egyébként ezeket meg kellene, be kéne verni, ha már egyszer. Aztán lehet, hogy ekkor kellene állni egyébként. Lehet, hogy azt csinálom, hogy egy kicsit kraftolás lesz, nem csak rohangálás. Mert az a baj, hogy egy csomó mindent szeretnék elérni. Aztán el egy kicsit elviszi a dolgokat. Ide beraktam ezt, amit nem akartam ide. Itt meg vannak ilyenek, amiket egy helyre rakja a keeper. De nem oda. Na nem ide. Egy. Van egy csomó zsírom, minden van. Meg mennyi húsom van, úristen, az mindig ideje volt, hús problémáim voltak. Na, és akkor legyen nálam lőszer. Ó, és akkor megoldott a lőszer probléma is, oda kettő ilyen pak, meg kettő ilyen pak, mindig így fog, így. Megyünk, ugye most már, hál' Isten, nem kell vinnem a izét. Az íjpuskát, mert igazából nem is használom. Tök jó. És mégis van egy csomó lőszer be mindenből. Jó, 90 mm-es, ez SMG az valószínűleg 90 mm-es használ, ugye? Na, azt például tök jó lenne megcsinálni. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi, cső!